Sok szeretettel köszöntöm a Nagy Dorog Televízió nézőit. A mai napon Borbéné Töttösi Ágnesnál vagyunk, polgármesterasszonynál, aki tájékoztat minket az elmúlt hónapok történéseiről a településünkről. Én is üdvözöllek benneteket, üdvözlöm a falu lakosságát, a kedves nézőket. Engedd meg, Zsófi, hogy bemutassalak a lakosságnak. Iflan Zsófiának hívnak, és a Nemzeti Művelődési Intézet új munkatársa lettél, akit Nagy Dorogra helyeztek ki. Február 1-től november végéig közreműködni fog Hán Róbert kulturális tevékenységének segítségébe. Hát sajnos most itt a Covid járvány alatt nincs annyi tennivaló, de reméljük, hogy hamarosan kilábalunk ebből a helyzetből, és akkor szervezheted a kulturális programokat, segítkezhetsz. Kérem, hogy pár mondatban foglalja össze az elmúlt 3 hónap történései településünkön. Kezdje a decemberi hónapnál. December hónapban megjelent a falu újságunk, és abban azért összefoglaltuk, hogy mi történt, de akkor most szóban is elmondom. Először is kezdeném a Mikulás ünnepünkkel. Első alkalommal finanszírozta az önkormányzat óvodásainknak a Mikulás csomagját, a szociális keretünkből tudtunk erre keretet biztosítani. Tűzifa pályázaton vettünk részt, és nyertünk 354 köbméter fát, amit 80-90 család között sikerült szétosztani a Szociális Bizottságnak. Ez kereskedelmi értékbe körülbelül 80 ezer forintot tett ki, úgyhogy azt hiszem, hogy ezeknek a családoknak biztonságosabb, meghittebb ünnepet tudtunk ezáltal biztosítani. Remélem, hogy az állam ezeket a pályázatokat a további években is kírja, és amíg ez a képviselőtestület működik településünkön, addig mindent megteszünk, hogy indulni és nyerni tudjunk. Ezáltal azért sok családnak a évvégi ünnepeit szebbé, jobbá, könnyebbé tehetjük. Elég sok történés indult meg. Elindult ugye a Pax, Hentse, Nagydorog, Sászentlőrinci útszakasz aszfaltozása, ami jelenleg most is folyamatban van. Egy kicsit szünetel, mert az aszfaltkeverő üzemek most szüneteltetik a tevékenységüket, de márciusban, áprilisban újra elindulnak a folyamatok, tehát az aszfaltkeverő üzem beindul, és akkor folytatódnak a munkálatok. Én meg szeretném köszönni Süli János úrnak, hogy végre erre sor került, ígéretéhez híven, hiszen nagyon sokan járnak be Nagydorogról és a környező településekről dolgozni, és ez nagyban megkönnyíti a komfortérzetüket, hogy nem egy ilyen rossz minőségű úton kell zötyögni Paksra, odafele is és visszafele is. Aztán nyertünk 70 millió forintot ivóvízkorszerűsítési pályázaton, a polgármesteri hivatal és a Szenes közötti szakaszon. Ezt elvégezte a kivitelező, és átadásra került december hónapban. Ugye itt a polgármesteri hivatalnál energetika felújítást végeztünk a nyári időszakba, amit időbe sikerült is befejeznünk, viszont a belső munkálatok nem szerepeltek a pályázatba, és így sajnos társadalmi munkából kellett megújuljanak itt a belső terek, az ajzat, válaszfalakat bontottunk, a korlát, a lépcső burkolása, tehát nagyon-nagyon sok minden. Sajnos eléggé hiányos és előkészítetlen volt ez a pályázat, tehát egy kicsit nagyobb odafigyelés szükségeltetett volna, de hát mindegy, túljutottunk rajta, köszönet ezért a társadalmi összefogásért nagyon sok embernek, azért pár nevet felsorolnék, mondj, Orosi Laci bácsi, Pribitek Károly, Bogdán György, a Molnár Ferenc, akik nagyon sokat segítettek, hogy ez tényleg így befejeződjön, összeálljon. Ami még itt a parkot érinti, azt elkezdtük, de sajnos a téli időszak közbeszólt, úgyhogy most tavasszal folytatni fogjuk a parkosítást az épület körül, és azt hiszem, hogy akkor elmondhatjuk, hogy egy 21. századnak megfelelő, gyönyörű önkormányzati épületet tudunk az itt dolgozóknak biztosítani, és aki ide látogat a hivatalba, az jó érzéssel távozik, és
tölti itt az idejét. Hát a Piasz csarnok szintén átadásra került, ugye egy évvel ezelőtt, akkor történt megválasztásom után egy műszaki bejárás. Akkor én jeleztem, hogy több hiányossággal szembesültem, például a vízelvezetés a parkolóba az nem megoldott. Oldalról az épület mellett azt sikerült kieszközölni, hogy a kivitelező megcsinálja, de nagyobb problémának látom a parkoló területét, ahol ha nagyobb esőzések vannak, bizony látjuk, hogy megáll a víz. Tehát az sem sikerült tökéletesen, én ezt akkor jeleztem. Az épületben, ha felmentünk a tetőtérbe, ott azért elég keveset mozognak az emberek, nem volt bevakolva a fal, az ajzalt beton nem volt megfelelő vastagságba kivitelezve, úgyhogy most a bejáráson a külsős műszaki ellenőr rögtön jelezte, jegyzőkönyvbe vette a hiányosságokat, 10 napja volt a kivitelezőnek, hogy ezeket pótolja. Nagyon sok telefont kaptam, hogy mi történik a piaszcsarnoknál, hiszen ki kellett bontani a tetőtéri ablakot, és mixer betonból zúdították be ugye a betont, hogy az ajzatot, a szigetelést, azt a jegyzőkönyvbe foglaltaknak megfelelően a kivitelező elvégezhesse. Hát nagyon sajnálom, hogy a közbeszerzés által előírt tervező munka, kivitelező munka nem volt egyenlő arányú, és ilyen hiányosságokat kellett pótolni, de azt hiszem, hogy ez nem az én tisztem, hogy erre magyarázatot adjak, hogy ez miért nem valósult meg 2019-ben. Aztán szeretném elmondani, hogy odaérkezünk a karácsonyi időszakhoz, nagy örömünkre karácsonyi utalványokat tudtunk osztani, 1350 fölötti utalványt osztottunk szét. A jó és eredményes gazdálkodásnak, takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az alsó korhatárt az idős korosztályúaknál 55 évig le tudtuk vinni. Idáig 60 év fölött tudtunk csak osztani, ez körülbelül 160 darabbal több utalványt jelentett, tehát azért 160 család élhetéséhez ezáltal hozzá tudtunk járulni, főleg itt a ünnepi időszakban, ez azért úgy gondolom, hogy nagyon fontos a családoknak. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani még, hogy a nagydorogi CBA és a Tom Market üzletek között lehetett ugye levásárolni az utalványokat, jövő évben pedig szeretnénk a Gerzsei boltot is bevonni ebbe a levásárlási lehetőségbe, tehát az ő üzletét szeretnénk megcélozni, hogy ki lesz a társa, azt egyelőre még nem döntöttük el, majd a bizottságnak természetesen kikérjük a véleményét, és ha lesz rá módunk, akkor a lakosságét, és egy közvélemény kutatás keretében. Nagyon fontos elmondjam, hogy ugye a választási kampányunkban megemlítettük, hogy szeretnénk és fontosnak érezzük a helyi vállalkozókkal a kapcsolattartást, és ez is egy jó példa arra, hogy helyi vállalkozót vonjunk be ebbe az akciónkba. A nagydorogi civil adományoknak köszönhetően karácsonyi diszkivilágítás kerülhetett ki nagyobb számban a főutcára, ugye tavaly már megjelentek, akkor is adománynak köszönhetően, most pedig bővíteni tudtuk. Soha nem látott méretű összegeket ajánlottak fel célra, hogy minél meghittebbé tegyük az ünnepet. Még egyszer szeretném megköszönni az adományozóknak ezt a példaértékű összefogást. Azt hiszem, hogy a környező településeknél szinte egyedülálló volt a nagydorogi település, ahol ezek a kis karácsonyi figurák megjelentek, úgyhogy a falu főterét feldíszítettük, a betlehemi jászolt megépítettük, és egy fotózási lehetőséggel bővíteni tudtuk, természetesen sok helyi, külső segítséggel, tehát nem csak a bizottság tevékenykedett, hanem nagyon sokan megmozdultak így a faluba. Aktív volt a kulturális bizottság, mai napig is az, egyébként majd későbbiekben beszámolok róla, adventi ablakdíszek címmel egy úgynevezett séta lehetőséget indított el a lakosság körébe, lehetett jelentkezni családoknak, fel lehetett díszíteni az ablakokat, és akkor a lakosság sétálhatott utcáról utcára, és gyönyörködhetett ezekben az ablakdészekben.
Reményeim szerint most húsvét előtt is elindul egy ilyen folyamat, és mindenki most a húsvéti figurákba fog gyönyörködni, ezzel is ráhangolódhatunk a húsvéti ünnepekre. A pandémiás helyzetre hivatkozva decemberben is csak szerényen tudtunk ünnepelni. Az iskola tanulói, óvodásaink zárt körűen készítették el a műsort, és természetesen a nagydorogi televízió felvette, és a nagydorogi lakosság örömködhetett a kisgyermekek előadásaiba. Én ezt szeretném megköszönni a Nagydorog TV munkatársainak és a pedagógusoknak ezt a szorgalmas, felkészítő, alázatos munkáját. Egyházi szertartásainkat is felvettük, úgyhogy próbáltuk közvetíteni az ünnepek alatt. Ennyit tudnék esetleg a decemberről beszámolni neked, és akkor én folytatnám is a januárral, lépjünk egyet, jó? Az óvoda és a bölcsőde takarékos gazdálkodásának köszönhetően szerződést kötöttünk két helyi vállalkozóval, a Görgei utcai óvoda belső és külső felújítására. Ez a felújítás előreláthatólag júniusban kezdődik, és augusztus 20-áig szeretnénk befejezni. Ez a költségvetésünkből valósulhat meg. Egyébként megújul a folyosó burkolata, a folyosón lévő mosdókat leszereljük, külön vizes blokkot tudunk kialakítani, festést tudunk eszközölni, és teljesen új öltözőszekrényeket kapnak az óvisok. Egy annyira színes, esztétikus, úgyhogy úgy érzem, hogy öröm lesz ebbe az oldába belépni. Ezek a bútorok egyébként már megérkeztek, raktározás alatt vannak. Az udvar területén lévő szomszéd felőli támfal az egy új támfalat fog kapni, tehát nem bontjuk el, hanem új épül és összekötjük a kettőt. A táncháznál az óvoda felőli nyílászárók kibontásra kerülnek, sőt, még egy ajtónyílás is kibontásra kerül, és a polgármesteri hivatalból kibontott nyílászárókat fogjuk oda beépíteni. És kapunk ott egy úgynevezett raktárhelyiséget, ahova az óvoda a előadásokhoz és egyéb műsoraikhoz használatos kellékeket, vagy akár mindennapi eszközöket tudja megfelelően tárolni, és nem veszi el az első épületből a helyet. Az udvar és a táncház közötti kerítés ugye elbontásra kerül, így megnöveljük a gyermekek mozgásterét, és remélem, hogy nem csak a gyermekek, hanem a pedagógusaink is jobb kedvel jönnek dolgozni, hiszen ez az óvoda egy kicsit elhanyagolt volt a felső óvodához képest, de ezáltal egy kicsit szebbé tesszük ott a külső-belső környezetet. Most szeretnék kitérni a Kossuth utcai óvodánkhoz, ahol egy új tornaszoba fog épülni. Magyar Falu program keretében elnyertünk 30 millió forintos pályázatot. A munkálatok jövő hét csütörtökön kezdődnének. Hát remélem, hogy sikerül, most ugye a megszorítások miatt nem fogunk csúszni. Megversenyeztettük a kiviteli tervek elkészítőjét, a műszaki ellenőrt, gázterveket készítettünk, és márciusban most akkor elkezdődnek a munkálatok. Törekszünk az óvoda zavartalan működésére, az Irinyi utca felől próbáljuk megközelíteni és elfoglalni a munkaterületet. Előre láthatólag június-júliusra befejeződnek a munkálatok. A másik dolog, amit januárban még elvégeztünk, adminisztrációs feladat, a Damjanics utca a második szakaszának a műszaki ellenőri kivitelezési megversenyeztetése megtörtént. Ahogy az időjárás engedi, és a keverőüzemek, az aszfaltkeverőüzemek beindulnak, akkor természetesen folytatjuk a Damjanics utcát, és befejezzük. Január végén megírtuk kollégámmal a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kettő darab pályázatot, az egyik a Damjanics és a Jókai utcát összekötő csapó köz.
ahol 250 méter hosszú, 120 centi széles járdaszakasz épül meg. Sajnos nem térkőből, mert nem fértünk volna bele a kiírt pályázati összegbe, úgyhogy betonjárda készül. Földmunkák, gépi munkák is fognak történni, a talaj el lesz egyengetve, az árkot kimélyítik, úgyhogy remélem, hogy ez sikerül megnyerni, és akkor most 2021-ben végre megvalósul ez a munkálat. Aztán beadtunk egy 5 millió forintos eszközbeszerzési pályázatot. Úgy gondolom, hogy a Nagydorogi Önkormányzat eszköz- és gépparkja borzasztóan elavult. Mind a fűnyíróink, mind a kisgépeink. Az, hogy kisgépeink, azt szinte nincsenek is. Nincs egy csavarhúzónk. Hát szóval katasztrófa. Láncos István, egy fő munkatársunk, aki sajnos majd most elmegy nyugdíjba, szinte a saját eszközeit hordta be, és azzal dolgozott, hogy egy-egy műveletet be tudjunk fejezni. Na most mi összeszedtünk minden kisgépet, amire egy ekkora településen működő közmunka programban dolgozó embereket, hogy ki tudjunk szolgálni, és tényleg valami érdemi munkát tudjunk teljesíteni, akár intézményeinkben, vagy akár külterületen, úgyhogy a fűkaszától kezdve az utolsó csavarhúzóig mindent belefoglaltunk, és egy 5 millió forint összegű eszközbeszerzés pályázat íródott meg. Reményeim szerint megnyerjük, úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon szeretnénk, mert nagyon megkönnyíteni a munkánkat. Áttérnénk a február hónapra. Tehát mi történt februárban? Az Orvosi Szolgálati Családi Ház műszaki ellenőri és közbeszerzői megversenyeztetése megtörtént. Értesítettük a nyertes személyeket. Budapesten a tervező iroda a kiviteli terveket készíti, előre láthatólag 1-2 héten belül várható, hogy elkészülnek, és akkor elindíthatjuk a közbeszerzést. Terveink szerint április-májusban elkezdődhet az építkezés. A telekkel kapcsolatban rengeteg adminisztrációs feladatunk volt, de természetesen ezt is folyamatosan végezzük. Pályázatot nyújtottunk be, és nyertünk még az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek működési költségekre, ezzel is segítve munkájukat. Megversenyeztettük a Kossuth utcai óvoda tornaszoba kivitelezőjét, erre is most februárba került sor, úgyhogy meglett a nyertes kivitelező, és akkor, mint mondottam, most márciusban már kezdi a építkezést. Sikerült elérni, hogy a lenti kobolta szembe a Kövecses család előtt lévő buszmegálló átkerüljön a Borbétó szélére, területére, és egy kisebb járdaszakasz hozzáépítésével valósulna meg. Köszönjük szépen a közútnak a segítségét, hogy együttműködő volt, hiszen ez már egy nagyon hosszú idő óta folyó probléma a család és a polgármesteri hivatal között, mert szinte minden évben jelezték, hogy hajnal 4 órától kezdve ott ugye a buszmegállóba elindul az élet, és ők nem tudnak megfelelően pihenni. Folyamatosan dolgozunk a homokbányába. 2019-es választások után egy hónapra már ellenőrzést kaptunk egy névtelen feljelentés által. Kötelezték az önkormányzatot az előző vezetés ideje alatt illegálisan lerakott lakossági hulladék és építési törmelék felszámolására. Most ahhoz, hogy ezt felszámolni tudjuk, ott a akác, fákat, bokrokat ki kellett vágni, tisztává kellett rakni ott a környezetet. Jövő hét vége körül kezdjük el a közmunkásokkal a tereprendezést. Külön kell válogassuk a palát, külön kell válogassuk a téglát és az egyéb hulladékot. A további problémák és bírságok elkerülése véget kénytelenek voltunk a területet bekeríteni. Ezt láttam egyetlen megoldásnak, hiszen hiába takarítjuk ki, hogyha ugye nincs kamerarendszer, nincs kamera telepítve, és nem járunk arra, nem tudjuk kontrollálni megfelelően, akkor hát ott bármikor lerakható, akár építési törmelék, akár egyéb hulladék. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mindenféleképpen be kell
keríteni a telepet. Szerencsének érzem, hogy felajánlásból betonoszlopokat kaptunk, mert azért ez jelentősen megkönnyítette a munkánkat anyagi téren. Köszönöm egyébként ezt Hadobás Zoltánnak, ő ajánlotta fel az oszlopokat, így csak az úgynevezett drótot és kapuanyagot kellett az önkormányzatnak finanszírozni. Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy éves szinten 1 tonna építési törmelék és 300 kiló lom Pakson a hulladék lerakóban a szerződött ügyfelek részére díjmentesen leadható. Ennyit szerettem volna egyébként a homokbányával kapcsolatban elmondani. Ellenőrzést kaptunk az állami számvevőszék részéről, Nagy Dorog 5-ös osztályzatot kapott az integritás vizsgálatot követően. Ezen vizsgálat tárgya az előírásoknak, feladatainknak maradéktalan ellátása és nyomon követése. Szabályozott működés, számlák jogszerűségének vizsgálata. Azt azért el szeretném mondani, hogy a körjegyzőségbe is 5-öst kaptak a települések, viszont volt olyan település, aki 1-est kapott. Úgyhogy ezt mindenféleképpen szerettem volna megemlíteni. Következő kérdésem, polgármester asszony, hogy a közmunkaprogramban dolgozó csapat a téli hónapok alatt milyen munkálatokat hajtottak végre? Köszönöm a kérdést. Decemberben a tavalyi évben általunk meghirdetett fásítási programot próbáltuk befejezni. Ugye több száz fát ültettünk egyébként 2020-ban a településre. Az időjárás véget maradtak azért feladatok. 30 darab csemetefát kell 1-2 héten belül kiültessünk. Személyes adományom volt a településnek 100 plusz 20 kúp alakú házfa folytatólagos kiültetése. Ez a Nagy Dorogra bejövő utak jobb és bal oldalán valósult meg, de nem tudtuk befejezni ezt most, ahogy az időjárás engedi, elkezdjük újra, és szeretnénk befejezni. Ezen kívül 10 darab gömkör is fát pótolunk majd az utcákba, és fogunk még gyümölcsfákat is telepíteni. Én véleményem szerint azért a környező településeken sem történt ilyen nagy fatelepítési akció, és hát azért ez nagy részben adományból valósul meg. Sajnálatosan tapasztaltam a vandalizmust, amit a Görgei utcában a csemetefáknál végeztek bizonyos személyek. Szinte félbetörték a fákat, és ugyanezt tapasztaltam a gömbköriseknél a Petőfi utcában is. Nem tudom, hogy ez kinek okozhat örömet, de ez sajnos nagyon lelki szegény emberekre valhat. Máshogy nem is tudom finomabban kifejezni. Folytatjuk ugye a polgármesteri hivatal előtti parkosítást és a növények telepítését. Folyamatosan takarítjuk az árkokat, próbáljuk igényesebbé tenni környezetünket, rengeteg a szemét egyébként nem csak az árkokban, hanem a közterületeken is. Az orvosi rendelőtől kezdődően Görgei utca és Vörösmarty utca közötti árkot kitakarítottuk, a bicikli út mentén lévő árkot egészen a Fülyesig szintén kitisztítottuk. Ugyanezt végeztük a Damjanics utcától a Jókaira melőlegesen futó árok szakaszon, és a CBA-val szembeni árkot is már rendbe raktuk. A Kossuth utca és a Táncsics utcát összekötő árokra is sor került. Havonta egyszer a szomszédos települések polgármestereivel összebeszélve az utak mentén jobbról-balról összeszedjük a szemetet, tehát egészen kimegyünk a Kiskajdacsi Sorompóig, a Sióhídig, a Győrkönyi második kanyarig, Bikácsnál ott is megfelezzük, úgyhogy próbáljuk szemétmentesíteni így a település környezetét is. A település belterületein is végezzük a szemétszedést heti 2 alkalommal.
de hát egyszerűen nem győzünk. Ez a sok helles doboz, sörös doboz, ez borzasztó. Én felhívnám a lakosság figyelmét, hogy gondoljon abba bele, hogy ennek a közmunkásnak hány alkalommal kell lehajolni és felvenni egy-egy dobozt. És ha ebben mindenki belegondol, akkor meggondolja, hogy elejti-e azt a flakont. Ez egyszerűen szörnyű. Legyünk igényesebbek a környezetünkre. Én ezt kérem a lakosságtól. A polgármesteri hivatalban is a téli időszak alatt serénkedtek a közmunkásaink. Itt a bútor pakolástól kezdve a tetőtérbe lévő ezer éves, mondhatom azt, hogy több éves iratanyagot lehozták, régi nyomtatók, hát mindenféle eszközök voltak, amin már rengeteg por volt, tehát egyszerűen használhatatlan, és amiket ki kellett selejtezni. Úgyhogy ezt ebbe tudtak segítkezni nekünk. Úgy érzem, hogy több éves restanciát tudtunk ezzel behozni. Rossz idő esetén szakaszosan nekiláttunk a hivatal mögötti raktárak kitakarítására. Hát erre hosszú évek óta nem volt precedens, úgy érzem. Kezdtük azzal, hogy egy nagy leltárt végeztünk, hiszen nem volt leltár itt évek óta felvéve. Ezt abszolút egyszerűen nem is értettem. Kineveztünk egy főraktárost, ő felel mindenért, és most március végén szintén lesz egy leltárunk, és ezt minden évben egyszer-kétszer meg fogjuk ejteni. Tehát amikor kimegy bármiféle eszköz vagy anyag, az szigorúan átadásra kerül nyomtatványon, és azt még aznap vissza kell szolgáltatni a raktáros részére. Óvnunk kell a gazdasági és eszköz vagyonunkat, úgy érzem. Hát szörnyűek voltak a helyiségek, nagyon elhanyagoltak voltak, mi kipakoltunk, selejteztünk, a limlomot, a vasat összegyűjtöttük, ami faanyag volt, azt szintén összegyűjtöttük, szegény családoknak azt kijuttattuk, úgyhogy ők el tudták tüzelni. A vasat pedig most fogjuk leadni, és ebből majd próbálunk valami kis akármilyen pici eszközöket vásárolni, amivel segíthetjük így a munkájukat. Aztán igazából, hogy szemléltessem, hogy ott milyen körülmények voltak hátul, el kell, hogy mondjam, ugye, amit már megválasztásom után is tapasztaltam, és testületülésen is elmondtam, hogy az egyméteres gazban, mert bizony a telepen hátul ilyen is volt, találtunk egy személyautót, ami állítólag ki volt vonva a forgalomból, de a rendszám rajta volt, amire összejött közel 500 ezer forintnyi bírság. Na most ezt papírilag sikerült úgymond rendbe rakjuk, és műszakilag is, és azóta az önónak jó szolgálatot tesz, hiszen az ebédet tudjuk az idősek otthona működtetésével kihordani a település lakosságának. Aztán nagy takarítást tartottunk az intézményeink többi helyiségébe is, például a könyvtár épületébe is, hát ott is el kell, hogy mondjam, hogy egy hetet takarítottunk. A könyvtárhoz tartozik egy hátsó raktárrész, hát ott nem is tudom kifejezni, hogy milyen rumli volt, méltatlan volt a könyvekhez az a környezet, amivel én ott szembesültem, még akkor is, hogyha már leselejtezett könyvekről van szó, szerintem ezeket a könyveket oda lehetett volna adni valami családoknak, akiknél esetleg valami kis jó szolgálatot tudtak volna tenni. Erről is meséljenek a képek, mert ezen is felül tudtunk kerekedni, és megoldottuk, ott is rend lett. Megkeresés érkezett önkormányzat, hogy segítsünk a házasságkötő előtt lévő árok befedésében, úgy gyűrűket tettünk le, a vállalkozó pedig ígéretet tett, hogy a befedett árkot lekövezi, és ezáltal ott parkoló tud létesülni. Hát az időjárás ezt még úgy nem tette lehetővé, de remélem, hogy egy-két héten belül erre is sor kerülhet. Az EON által levágott gajakat is a közmunkásaink szedték össze a településen, ezzel még nem végeztünk. Aztán most jön a tavaszi szezon, és elkezdődik a virágültetés.
Én ígéretet tettem, hogy amíg én vagyok a polgármester, ezt én finanszírozom a településemnek, ez most is így fog történni. Tehát ki szeretném emelni és hangsúlyozni, hogy az önkormányzat költségvetését, a virágosítás a településünkön nem terheli. Összefoglalva ennyit szerettem volna elmondani, még annyit, hogy én megköszönöm a közmunkásaink munkáját. Mert nagyon sok embertől hallom, hogy sokkal szebb lett a falukép ez alatt a testület munkája alatt, de higgyék el nekem, hogy ezt nem tudtuk volna megvalósítani nélkülük. Úgyhogy nagyon-nagyon kevés bérért dolgoznak. Én tudom, hogy sokan azt mondják, hogy esetleg látják, hogy állnak, vagy pihennek, vagy ülnek a padon, de azért az 50 ezer forintért, szóval megemelem, azt mondom a kalapomat, hogy ezt tényleg nap mint nap így végigcsinálják, és ezt értünk teszik. És ezért próbáljuk meg könnyíteni a munkájukat. Ha mással nem, azzal, hogy a szemetet nem dobjuk el. Nagyon-nagyon sok időt tudunk spórolni, és amit esetleg más munkafolyamatnál tudnánk hasznosítani. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a munkájukat. A nagydorogi általános iskola felújításával kapcsolatban kérem mondjon pár szót, polgármester asszony. Nagyon vártuk már ezt a több százmilliós értékű felújítást, hiszen már elég régóta húzódott, de többlet forrást kellett igénybe venni, és ennek ugye a bürokratikus része ez most valósulhatott meg, úgyhogy így most elkezdődik ez a korszerűsítés felújítás. Szeretném elmondani a lakosságnak, hogy ezen a pályázaton való részvétel és felújítás nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Sem a pályázatírásban, sem a kivitelezésben az önkormányzat nem működik, nem működött közre. Ez kifejezetten a szekszárdi tankerületi központ munkájának az eredménye és a sikere. Szilágyi igazgató úrral egyeztetve az önkormányzat felajánlotta a segítségét, a gyermekek esetleges elhelyezésével kapcsolatban felajánlottuk a klubhelyiséget, a házasságkötőt, és természetesen segítkezünk, mint ahogy a héten is segítkeztünk a tárgyak egyik helyről való másik helyre történő átpakolásával. Úgyhogy a közmunkásaink ebben is aktívan részt vettek és részt is fognak venni, ahogy az igazgató úr jelzi. Az igazgató úr tájékoztatott, hogy párhuzamosan fog folyni a beruházás a két épületben, a kisiskolában korszerűsítés fog történni, megújulnak a vizes blokkok, az alsó térben egy nagyobb közösségi teret sikerül létrehozni, a felső nagy termekből pedig több kisebb, úgymond foglalkoztató helyiségeket tudnak kialakítani, mert nagyon nagyok a fenti termek. Az első két osztály az tovább fogja itt folytatni a tanulmányait, és a második-harmadik osztály kerül át a nagyiskolába, úgyhogy zavartalanul tudnak folyni a munkálatok, úgy látom, hogy nagyon jól struktúrálják itt a átszervezéseket, hogy itt zökenőmentesen menjen a kivitelezés. A nagyiskolában hozzáépítést és korszerűsítést is valósítanak meg. Festés, burkolás, megújul a sportcsarnok, és öltözőket korszerűsítenek, új öltözőket építenek, egy új szárny kerül szintén megépítésre, és itt is megvalósul egy kültéri játszóudvar. Ezekről bővebben az igazgató úr egyébként a riportjába már beszámolt. Már telefonon is megköszöntem Gerzsei Péternek, a szekszárdi tankerületi központ igazgatójának a közbenjárását, és ezúton Horváth István képviselő úrnak is szeretném megköszönni, hogy ez a beruházás nagy dologon megvalósulhat. A megyébe kettő iskolát újítanak fel ilyen nagy értékben. Ezáltal közel 300 gyermek iskolai életminőségét sikerül jobbá tenni, és nagy dolog gazdasági vagyonát is több százmillió forinttal növelni. Az oktatással kapcsolatban van-e bármiféle elképzelés? Az óvodavezetővel, Hosnyánszkéné Mártival egyeztetve szeretnénk bevezetni szeptembertől az óvodás csoportoknak az angol képzést.
mindkét óvodában természetesen, mely térítésmentesen járna a gyermekeknek. Most is folyik angol oktatás, de csak 5-6 óvodás gyermek tudja igénybe venni, hiszen fizetni kell érte. Most átbeszéltük az óvoda és a bölcsőde költségvetését, és arra a következtetésre jutottunk, hogy bizony-bizony erre azért tudunk szorítani, és szeretnénk is, hiszen ez a gyermekeink fejlődését szolgálja. Úgyhogy szeptembertől a középső és a nagy csoportba kezdődik az angol oktatás. Természetesen, ha a szülők úgy látják, hogy a kiscsoportos gyermekeiket is szeretnék beküldeni az órára, akkor nagyon szívesen fogják az óvónők ezt fogadni és engedni. Az adóügyekkel és a gazdálkodással kapcsolatban kérem, hogy tájékoztasson bennünket. Az önkormányzatot érintő adók vonatkozásával kapcsolatban szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a gépjármű súlyadó a NAV kiértesítése alapján az adóhatóság felé kell megfizetni, az adóhatóság küldeni fogja a csekkeket. A gépjármű adóból származó bevétel kiesésünk közel 7,5 millió forintot tesz ki. Az önkormányzat felé az iparőrzési adó és a kommunális adót kell a lakosságnak megfizetni. A kormány a vállalkozások védelme érdekében a helyi iparőrzési adó 50%-át csökkentette. Nekünk, mint hivatalnak, ez körülbelül 16 millió forint kiesés okoz, viszont a helyi vállalkozóknak ez 16 millió forint megtakarítás jelent ebben a nehéz időszakban, amelyet esetleg a munkahelyeik megtartására tudnak fordítani. Jelen pillanatban ezen csökkentett költségvetéssel kell dolgoznunk, de ígéretet kaptunk a kormánytól, hogy két ütemben, júniusban és októberben ez kompenzálásra kerül. Összeállítottuk az első körös költségvetést, és dolgozunk a végső eredményen, mely március 15-ig elfogadásra kerül. A költségvetés elfogadása után egy részletes beszámolót fogok tartani. Biztosíthatom a lakosságot, hogy az önkormányzat stabil, takarékos gazdálkodást folytat. Sokat dolgozunk azon, hogy ebben a nehéz járványügyi és gazdasági helyzetben is fejlődő településhez illő büdzsé álljon össze. A kulturális rendezvényekkel kapcsolatban hallhatnánk pár szót. Igen, szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a Kulturális Bizottság a járványügyi helyzet alatt is dolgozott. Megszervezték előre a 2021-es nyári programokat. A gyereknapi program a Bicikli út ugróiskolájának felavatásával kezdődne, ez május végére tervezett rendezvény. És június 12-én szeretnénk a nyárköszöntőt, vagy más szóval falunapot megtartani. Élő szerződéseink vannak a fellépőkkel. Remélem, hogy a járványügyi helyzet ezt lehetővé tenni. Bízunk a járvány elleni küzdelem mi hamarabb pozitív kimenetelében, és amennyiben a kormány engedi, mi is azonnal élni fogunk a rendezvény szervezési lehetőségekkel. Reménykedünk, hogy visszatérhet az élet a nyárra, a régi kerékvágásba. A szervezőbizottságunk felkészülten várja a nyitást. Utolsó kérdésem, polgármester asszony, a járványügyi helyzettel kapcsolatban mit üzen a lakosságnak? Ahogy önök is biztosan hallották, a kormány március 15-ig meghosszabbította a kijárási korlátozásokat, sőt, a harmadik hullámát éljük a járványnak. Napi betegszám is drasztikusan emelkedik. A településünkön jelenleg 5-6 fő van karanténban. Azt gondolom, hogy ezt a helyzetet a településünkön a körülményekhez képest tudtuk kezelni, és úgymond jól állunk. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer helytáll, házi orvosaink válvetve dolgoznak az oltások zökkenőmentes lebonyolításában, és ebben az önkormányzat is szorosan együttműködik. Az oltóállomásokra, ha a házi orvosaink kérik, akkor a kis buszunkkal és plusz még egy személyautóval be tudjuk vinni a lakosságot.
Felhívnám a lakosság figyelmét, hogy amennyiben nem áll rendelkezésükre technikai feltétel az oltáshoz való regisztrációhoz, akkor itt az önkormányzatnál a szociális ügyintézőnk, Ébert Ildikó mindenben segítségükre áll, úgyhogy forduljanak hozzá bizalommal. A szociális ellátórendszer, az önő dolgozói eljutnak szinte minden háztartáshoz, ahol szükség van rájuk. Ha kell, bevásárolnak, gyógyszert kiváltanak, és természetesen szállítjuk továbbra is az ebédet. Szeretném megköszönni áldozatos munkájukat. És akkor most azért felolvasnám a tegnap kiadott új, kormány által kiadott új intézkedéseket március 8-ától. Tehát az óvodák, általános iskolák április 7-ig zárva tartanak. A középiskolák a felsőoktatásban továbbra is a digitális oktatás áll fenn. Az üzletek március 8, március 22-e között két hétre bezárnak. Kivéve az élelmiszerboltok, a drogériák, a patikák és a benzinkutak. Március 8 és március 22 között minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyet. A szabadtéri sporttevékenység és a munkavégzés lehetséges. A maszk használat szabadtéren mindenhol kötelező. Tehát 8-ától a maszk használat a szabadtérben is kötelező. Tehát közterületeinken is, úgyhogy felhívnám a lakosság figyelmét, hogy hétfőtől, ha kimennek a családi házaik kapuján, akkor kötelezően viselni kell a maszkot. És akkor még annyit szeretnék esetleg hozzátenni, hogy ebben a vírus által elszenvedett helyzetben mindenki ingerültebb, lobbanékonyabb. Ezért is fontos, hogy türelmesebbek, megértőbbek legyünk egymással. Biztosra veszem, hogy hamarosan visszakapjuk régi életünket, ezért tartsuk be a járványügyi szabályokat. És akkor csak egy utolsó mondattal szeretném ezt az interjút zárni. Ha egy közösség egészséges öntudattal bír, akkor csodákra képes. Láthatjuk ezt nagy dolog fejlődésében is. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Köszönjük szépen, kedves polgármester asszony, hogy rendelkezésünkre állt, és hogy tájékoztatott bennünket. Továbbra is jó egészséget és jó munkát kívánunk!